Sziasztok! Előadásom címe Légy jóképű. Hogyan lehet valaki jóképű? Hát mivel nem vagyok orvos, hanem fotográfus és videográfus, ezért az előadásomban nem a genetikáról fogok beszélni, hanem arról, hogy miként lehet valakinek jó fotója, hogyan lehet így jóképű. Nos, e tekintetben mindenkinek van háromféle lehetősége. Az egyik az, hogy vannak jó képei, fotói, akár a termékeiről a webshopban. Akár önmagáról, a szolgáltatásáról, ahogy csinálja. Akár kiadandó, eladandó ingatlanáról. Vagy például családjáról, családi eseményeiről, esküvő, eljegyzés, gyerekszületés, kismamafotózás, bármi. Akkor céges rendezvényeiről, előadásairól, stb. A másik lehetőség az, hogy van akár több jó képe is a falon, vagy falakon, otthon, az irodában, vagy mindkét helyen, azaz művészi képek veszik körül, ami nem csak neki jó, mondván, hogy jó érzi magát, meg tetszik neki, meg gyönyörködik bennük, meg ilyenek, hanem így másoknak is jobb, jó képet adhat önmagáról. A harmadik lehetőség a jó képűségre pedig az, hogy konkrétan róla legyen jó kép. Legyen akár szó portréról, vagy csak arról, hogy egy online találkozón jó képet lásson róla a másik, egy vagy több résztvevő. Ebben az előadásomban most a ingatlannal kapcsolatos dolgokra fogok szorítkozni, tehát az ingatlan fotóról, a virtuális túrákról fogok beszélni, valamint a művészi dekoráció. Építmények, ingatlanok. Egy ingatlan fotózása rendkívül egyszerűnek tűnik. A legtöbben úgy gondolják, hogy lövök pár képet a telefonommal, aztán jól van az úgy. Nos, megsúgom, nagyon nincs jól az úgy. Természetesen itt megint nem az eszköz a probléma, bár egy bizonyos elérendő minőségi szint felett már az is. Egy ingatlan befotózása a legtöbb esetben ugye nappal történik, amikor kint nappali fény van. Bent pedig erősen árnyékos részek is kialakulhatnak, vagy nem feltétlenül elegendő a fény még így sem, és fel kell kapcsolni a lámpákat. Nos, a nappali fény színe kékes. Még a napfénye is nagyon kék, a szokásos benti lámpákhoz képest. Hát még ha felhős az időjárás. A szokásos háztartási világítás féregyensúlya ugyanis 2700-3000 Kelvin, gyakorlatilag szinte egészen sárga. A napfénye 5500-6000 Kelvin, egy felhőségbolté pedig 7500-10000 Kelvin is lehet, ami nagyon kék. Egy ingatlan fotózásakor tehát egyrészt van belső világítás sárgás fénye, és az ablakokon beáramló nappali fény, ami kékes. Jobb esetben a nap nem direkten süt, hanem szórtam, például van egy áttetsző függöny az ablakon, vagy visszavertem, azaz nem onnan süt a nap, amelyre az ablak néz, hanem visszaverődik az égboltról, vagy a szemközti ház faláról, vagy ilyesmi. Aztán a belső világítás lehet akármilyen erős, a napfényének erejével szemben alig ha ér valamit, ha direkt süt be a ablakon. Tehát ugye kiderült, hogy nem mindegy az sem, hogy a nap mely szakaszában fényképezzük az ingatlant. Sőt, ha kinti és benti képekre is van szükség, akkor még az is előfordulhat, hogy kétszer is ki kell menni ugyanahoz az ingatlanhoz, hogy a legjobb eredményt kapjuk. Vagy akár az egész napot ott kell töltenünk reggeltől estig, mondjuk egy prémium villa esetén, mert folyamatosan változnak a fények. És az egyik részt reggel, a másikat délután, a harmadikat este célszerű lefényképezni a legszebb képek érdekében, és akkor még ott van a belső tér is. Ezen kívül egy ingatlan belső a legtöbb esetben kifejezetten szuperszéles látószögű objektívet kíván, ami nem feltétlenül van meg egy telefon esetében, bár vannak már kivételek e téren is. De azért lényeges ez, mert már egy közepes méretű szoba sem fér bele egy szokásos 50 vagy 35 mm-es objektív által adott képbe. Ezért sokkal szélesebbre van szükség, 20 vagy még inkább 16-17 mm-esre. Lehet ezt szimulálni a telefonra kapható kiegészítő lencsékkel, de igazán minőségi képeket itt már valóban csak egy rendes objektívvel és kamerával lehet elérni. 3D, 360, VRT, azaz háromdimenziós, avagy 360 fokos virtuális bejárások. Ez azt jelenti, hogy a számítógép, tablet vagy telefon képernyőjén kattintgatva virtuálisan be tudunk menni az adott ingatlanba, és ott körülnézni. Jobbra, balra, előre, hátra, körbe-körbe, felfele és lefele is,
átmenni az ingatlanban az egyik helyiségből a másikba, szóval pont úgy, mintha valóban ott lennénk. Hát nem teljesen ugyanúgy, mert ugye amikor fizikailag vagyunk ott egy ingatlanban, akkor átmenés közben bárhol megállhatunk körülnézni, ahol éppen eszünkbe jut. Egy virtuális bejáráson nem teljesen van ez így. Ott úgynevezett kamerapontok vannak, tehát ahol leraktuk a kamerát, és onnan fényképeztük az ingatlant, és ilyen gömbpanorámákat készítünk. Tehát ott ilyen gömbpanoráma vagy kamerapontok között tudunk átmászkálni. Igaz, hogy bele is tudunk zoomolni. Hogyha mit tenni, ott van egy kép a falon, és azt meg szeretnénk nézni úgymond közelebbről. Na, tehát ezeket a virtuális bejárásokat úgy kell elképzelni, mint például a Google Maps-ben a Street View. Csak ez nem kintről mutatja a házakat meg az utcát, hanem a házakat belülről, és azokon belül a lakásokat belülről. Ez egy nagyon hasznos és látványos eleme, eszköze lehet egy ingatlan bemutatásának, mert az ügyfél számára is nagyon kényelmes, főleg ha másik városban, vagy akár másik földrészen van, hiszen akkor nem kell ezért odautaznia az ingatlanhoz. A virtuális túra készítése lehetséges szokványos kamerával is, de vannak erre megfelelő célkamerák is. Itt már nagyon fontos a objektív és a kamera minősége, ugyanis fontos, hogy egyenesek legyenek az egyenesek, mert nagyon széles látószögű optikával dolgozunk, amikor már torzó az egész kép. Na, tehát a hagyományos kamerával készítjük ezt a fotózást, akkor a tényleges virtuális túra elkészítését még megelőzi egy további folyamat is, amikor a külön képekből minden egyes kamerapontról elkészítjük a teljes gömbpanorámát. Minden egyes kameraponton készül egy ilyen gömbpanoráma, ugye ahogy az előbb már említettem, és ezek között tudunk majd sétálni a virtuális bejárásban. Ha erre eleve egy célkamerát használunk, akkor ez a lépés kimarad, tehát nem kell ilyen gömbpanorámákat már készíteni, de viszont meg kell hozzávenni a célkamerát. A virtuális bejárást egy újabb célszoftverben lehet elkészíteni. A legtöbb esetben ezek webes felületű böngészőben használható havidíjas megoldások, általuk adott tárhelyjel, stb. Ennek én nem vagyok híve, mert ugye ezzel csak addig vagyok biztosítva, hogy ezeken elérhetők ezek a virtuális bejárások, amíg egyszer csak a szolgáltató úgy nem gondolja, hogy befejezi, megszünteti ezt a szolgáltatást. Vagy bármi történik. Ezért én inkább vettem a számítógépre telepíthető alkalmazást erre a célra, és ezzel készítem el a virtuális túrákat, amiket aztán tetszés szerinti webes tárhelyre fel lehet tölteni, és ott addig üzemeltetni, amíg én vagy a megrendelő kívánja. És nem vagyunk így kiszolgáltatva vagy harmadik fél kénye kedvének. A virtuális túrára mutató hivatkozást aztán meg el lehet helyezni a bemutató weboldalon, a normál fényképek albuma mellett. Dekoráció, azaz művészi képek. Egy lakásban, irodában általában mindig van valami dekoráció, a falakon képek. Ilyen képeket is készítek az Oculus AG nevű projektemben. Ezek kortárs művészeti alkotások, amik kiválóan alkalmasak dekorációs célból való felhasználásra, akár ingatlanok falain, akár pólókon, bögréken, füzet vagy könyvborítókon, de limitált sorozatú múzeumi művészi nyomatként, gyűjtőknek, befektetésként is kiváló lehetőség. Például a most mögöttem lógó kép is az egyik ilyen kép ebből a projektemből. De adott esetben akár reklámkampányban is el tudom képzelni, vagy bármilyen kampányban egyes ilyen képek használatát, vagy egy cég székházában tematikus dekorációként, például tárgyalók, ilyen képekkel való díszítését, és a termek róluk való elnevezését. Sőt, akár még kívülre a ház falára is óriási méretben megjelenítve. Az Oculus AG név magyarázata az úgy annyi, hogy az Oculus az egy latin szó, az a jelentése, hogy szem, az AG pedig a monogramom, így összetéve, így, tehát annyit tesz, hogy gime szeme, az én szemem, az én látásom. Tehát a látásomat, a látásmódomat jelenti. Ezek azok a képeim egyébként, amik alapján Eiffelt János elnevezett a fotográfia Picasso-jának. Jó magam egyébként egyszerűen csak tudtam definiálni, hogy ezek azok a képek, amik olyanok, hogy nem elmentek otthonról, hanem be se költöztek.
Egyébként ez a látásmódom annyira erős, hogy vissza is hat a normál fotográfiai munkáimra, amit persze célszerű mértékben kordában tartok, és csak akkor is annyira engedem áthatni, amikor és amennyire erre szükség van. De volt már több olyan fotózásom is, ahol direkt emiatt kértek fel, például modellfotózásra, portrékészítésre, akár társkereső oldalra, képek készítésére, és a többi. Nos, hát ennyit szerettem volna elmondani a mai előadásomban, remélem hasznos volt. Köszönöm a figyelmet. Ha van még kérdés, akkor szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm. Gimesi András Gime, fényfogó, a Fotográfia Picasso-ja.